Köszöntöm a Kemma Podcast hallgatóit a Tatabányai Könyvtárból. Könyvbemutatóval indult a 95. ünnepi könyvhét, és a Habba Tortán a könyvpiknikkel zárult, amelynek ezúttal Faludi Ádám József Attila és Márai Sándor díjas költő író volt a vendége, aki vendégünk is a mai adásunkban, de először Nász Jánost, a Tatabányai Könyvtár munkatársát kérdezzük a könyvhéttel és az egyéb könyvtári programokkal kapcsolatban. A könyvpiknikünknek az egyik rendezvénye az mindig irodalmi jellegű, és főképpen a helyi értékre hegyezzük ki a témát. Piknikünk tulajdonképpen szerves részét képezi az idei ünnepi könyvhétnek. A mostani témánk pedig a Tatabánya Alkotóiért Alapítvány mutatja be tevékenységét, könyvkiadó és művészeti tevékenységét, amellett pedig neki volt vendég, kiemelt vendégként Faludi Ádámot, József Attila és Márai díjas költőt hívtuk meg. Tehát két részből áll, egy a széles közönségnek, az itthoni közönségnek bemutatni a helyi alapítványnak a tevékenységét, és milyen kiadványai vannak, és az Ádámnak pedig a életművéből illusztrációkat, verseket fog felolvasni, és játékos formában kérdéseket fogok feltenni, ki kell találni ezekből a könyvekből, amik ők kiadtak, hogy ki a szerző. Szerdán én mutattam meg Kotthenc Mária könyvét is például, hétfőn a levőtár igazgatója, akkor a Tatabánya történeti adalékok harmadik részének a könyvbemutatója, és hát úgy próbálunk programokat szervezni, hogy azért minden hónapra essen egy helyi szerző. Nem csak a szép irodalmi szerzőkre gondolunk, de irodalmi történészek, a kiállításunk is jelenleg a helyi, illetve a környéki alkotók kapcsolatos, és mivel hát megyei hatókörű könyvtár vagyunk, azért kicsit ki is lépünk a városból, de mindenképpen fontosnak tartjuk a Génusz Lócit, tehát a helyi értékeknek a megőrzését, közreadását, ez a könyvtáros szakma. És ezekről publikálunk a online folyóiratunkban, a Kemlibbe, és valamiről még felvételt is készítünk. Ezen kívül a helyi alkotókkal podcastok is készülnek, tehát elég szép podcastárunk van, már körülbelül 200 ilyen felvétel, amióta itt átjöttünk az új intézményünkbe. Igen, mert egyébként az, hogy közreadás, amit az imént említett is, ez talán nagyon fontos, és egyébként most említi itt az online, akár a podcast, vagy bármi, ami online formában elérhető, és szerencsére most már ez a könyvtár, ez most már lehetővé is teszi. Mennyire befogadóak egyébként a helyiek, akár mondjuk a fiatalok, mert szerencsére talán egyre több fiatallal is lehet találkozni egy ilyen rendezvényen. Hát próbáljuk őket érzékenyíteni, nyilván nyitottak vagyunk az iskolák, a általános iskolák, tehát a gyermekprogramaink is, rengeteg gyermekprogramunk van, és mindegyik könyvhöz, alkotóhoz kötött, a középiskolásoknak is megfelelő, amit mi kezdtünk el találni az országban, az élő könyvtárt, az, hogy sokan nem tudják, mi a fogalom, hogy a városból 5-6 közéleti, művészeti szereplőt meghívunk, és fölkészülnek a középiskolások az életrajzokból, és kérdések vannak, és 5 csoportban mindig kikölcsönzik azt az illetőt, és egy katalógus cédulával is meg elmondja a városhoz való kötődését. Ezt megosztja a fiatalokkal, és a könyvélményeit is nyilván. És akkor az egyetemisták pedig, de hát azért a szakirodalomért is ide járnak, és velük is kapcsolatban tudjuk ajánlani. Egyébként az Új Forrásnak is itt vannak az estjei, havonta hozzám tartozik úgy, mint házigazda. Ezt is megpróbáljuk én otthonossá, tehát egy kis pogácsával, egy kis szörppel, és otthonos hangulattal. Itt is azért az Új Forrásban, ahol megjelennek azok az alkotók, akik itt a környékünkön élnek, és tudnak találkozni. Tehát van egy közösségszervező funkciónk is, megfelelő
érdeklődési embereket próbálunk összehozni, tehát hogy hatókörünk legyen a városban, hatással legyünk a városban, kulturális életére. Számtalan műve megjelent már, és a mai nap folyamán azért itt a könyvpiknik keretein belül is szó lesz egyről vagy többről? Hát nem tudom pontosan, hogy hogy alakul majd a dolog. Van jó néhány, úgyhogy beszélhetünk az első, másodikról, sokadikról, meg erről most konkrétan inkább a Tatabánya történetével foglalkozó írásom. Az 2002-ben jelent meg először folyóiratban, a Magyar Napló gondozta. Mennyire nehéz egyébként egy ilyen művet összetenni, de nyilván ugye ez már megjelent kisebb formában, de mennyire nehéz összetenni a kereszt egy könyvformátumban, mennyire más? Ez adta magát, mert a szakaszokra, mint ahogy Tatabánya is részekből áll, a könyv követi ezt a városvándorlást, és így végigmegy a Kertváros, Újváros, Tatabánya, Felsőgalla, Alsógalla történetén, vagy jellegzetességein. Mennyire nehéz a kutató munka? Hát nekem viszonylag könnyű volt, mert 1951 óta ismerem ezt a helyet. Kertvárosban az első három ház közül az egyik a miénk volt, úgyhogy én nem itt töltöttem az akkori időket, hanem a nagyszüleimnél, csak az általános iskola rabsága folytán kerültem újra ide 57-ben, és akkor onnantól kezdtem. Ennyire megragadta egyébként az időszak, vagy inkább a nagyszülők általi itt töltött gyermekévek? Ezeket nem, összefügg azért, igen, jó a kérdése, mert hogy az nyilvánvaló, hogy amit egy tanyán tölthettem a természet kellős közepén, az örökre meghatározta, hogy aztán hogyan tovább. Furcsálódtam én itt a helyzeteket, úgyhogy nem voltam gyerekközösségben, és például első osztályban egyszer elején még felálltam a padba, és elkezdtem fütyülni, és megkérdezte a tanító bácsi, ilyen szakfelügyelő is volt éppen, hogy mit csinálsz? De azt mondom, hát fütyül a madár, válaszoltam neki. Nekem ez olyan volt, hogy kétség nem férhetett hozzá, hogy a madárnak nekem illik válaszolni a fütyül. Tehát egy kicsit fura voltam kezdetben. De hogyan jött az írás, vagy a könyv szeretet a szerelme? Nem tudom. Sokat olvasgattam, amúgy elkezdtem tudni olvasni, nagyon izgatott a dolog. És Fekete István mondjuk megérintett nagyon, ugye az elején. És én minden olvasó voltam, úgyhogy a Pesti Hírlap ponyváitól, amit elcsenegettem, és az asztal fiókban izgultam végig, hogy a halálautó hogy tűnik el a kanyarban, meg ilyesmiket. Engem nagyon izgatott, hogy ezeket a kis grafikai jeleket, hogy össze tudja rakni az ember, és abból lesz egy szó a szónak, tudom a jelentését, vagy megközelítő jelentését, és hogy abból hogy lesz egy mondat, egy történet. Valahogy misztikus volt. Ugye ez a könyv nem most született, viszont nem tudom, hogy azóta is nyomon követi a Tatabánya e féle életét. Nem tudom, hogy akár mondjuk teszem azt építészetileg, városképileg, vagy akár az embereket, az idétet. Inkább az emberekkel. De hát ami szembe tűnő, azt nem tudja az ember nem észrevenni. Van, ami tetszik, van, ami kevésbé tetszik. A civilizálása a hegynek nem annyira tetszik, mint más megoldások, amelyek viszont jó. És mondjuk, hogyha a korábbi történelmi részeket nézzük, mi az, ami igazán megfogta önt, akár mondjuk, ha csak kiemelhetünk egy-egy városrészt, nyilván Kertváros önhöz közel áll gyermekként, de akár mondjuk Alsógalla vagy Felsőgalla, ott mondjuk ugye a mai napig való is sváboknak az összetartására is például gondolok. A szüleim mielőtt kertvárosi lakás elkészült volna, Felsőgallán laktak, akkor születtem, akkor ott voltunk, megvan most is az a ház. És, de mondom, én nem éltem itt a kezdetekben. Furcsa volt a város. Volt-e valami, amilyen meghatározó, amikor ön kutatott, olvasott mindezután? Hát az itt töltött idő. Tulajdonképpen az, hogy ennyi ideig itt voltam, mi történt, hogy áll össze az ember fejében
egy ilyen 10-valahány kilométeres település, és azért a címe a település a városhelye, mert hát ezt nehéz összeboronálni, hogy ezekből az előtt településekből egy város legyen egy város maga. Hát ez itt máshogy alakult. De hát a Los Angeles olyan hosszú, mint ide Szombathely, akkor még itt is lehet valami. Köszönöm szépen vendégeimnek, hogy rendelkezésünkre álltak.